Na már most, ha névre szóló és számozott székre szóló jeggyel megy be valaki a szurkolótáborba, akkor az önök elképzelése szerint azt be fogják tudni azonosítani. Megsúgom önnek, hogy nem. Azért nem, mert a szurkolótáborok azok nem leülnek egy székre és ott ülnek, hanem egybe vannak, szurkolnak, és ott nincsenek is számozott székek. Tehát már magában itt is megdől a rendszer, mert nem megfelelő. A másik, és akkor menjünk sorba ezeken a pontokon, amiket mondtam, hogy hozzá szeretnék szólni konkrétan. Tehát például a 9-es pont, utazás. Életszerűtlen. Életszerűtlen az, hogyha vegyünk megint egy példát, az Újpest, vagy a Ferencváros, mondjuk Debrecenbe játszik. Ez szerint a törvény szerint a szervezőnek kötelessége lenne megszervezni a vendégjátékra utazó szurkolók szervezett utaztatását. Kvázi azt is meghatároztatják, hogy vendégszurkolók csak szervezetten érkezhetnek a stadionhoz. Ez elmondom, miért életszerűtlen. Képzelje, a Ferencvárosnak is, meg az Újpestnek is nagyon sok olyan szurkolója van, aki Debrecentől mondjuk 30 kilométerre lakik. Ez az ember érkezzen föl először Budapestre mondjuk hajnalba, itt szálljon föl az autóbuszra, és utazzon le Debrecenbe azért, hogy bemehessen a mérkőzésre. Hát egy-egy vidéki mérkőzés kapcsán a környékbeli falvakból, a környékbeli településekből nagyon sok embernek szinte ünnepnap, hogyha lent játszik egy fővárosi csapat, és alig várják, hogy kimehessenek a mérkőzésre. Ezeket az embereket próbálják önök most jelen pillanatban kizárni abból a lehetőségből, hogy kimenjenek egy-egy mérkőzésre. A másik, hogy fogják például adott esetben megoldani az utaztatás során, mert ugye ez is büntetve van, utaztatás során is, hogyha valaki elkövet bűncselekményt, akkor az is kizárható. Mennyi ideig tart, milyen útvonalon, meg nem tudom, államtitkár úr, már kérdeztem a múltkor, és nem kaptam rá választ, hogy Usztavka bele fog tartozni ebbe, vagy nem fog bele tartozni. Tehát az Usztavka az utazás során elkövetett valami lesz, vagy pedig nem, gondolom tudja, hogy mi az Usztavka. Ennél az esetét, tehát nem tudom, hogy ez mit fog jelenteni. Aztán ugye a 12-es pont, a szurkolói kártya, erről beszéltem, nagyon nagy mért... Képviselő úr, újogatessék jelezni egy újabb 6 percesre. Akkor bocsánat. Igen, szépen. Megadom a szót Apáti István, képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, attól, hogy önök a nemzeti együttműködés félcsúti legendáját építgetik, vagy éppen toldozzák, fordozzák, azért mi még szeretnénk meccsre menni, ha megengedik, és esetleg kegyeskednek a feltételeket és a lehetőséget számunkra biztosítani. A harmadik és a 8. ajánlási pontokhoz szeretnék elsősorban hozzászólni, hogy a biztonsági felelős vagy biztonsági referens személye, ugye hát ennek szakirányú képesítésre rendelkező személynek kell lennie. Kíváncsian várom majd a vonatkozó kormányrendeletet, hogy milyen szintű, milyen osztálybajnokságokra terjesztik ezt ki a labdarúgás esetében. Tehát adott esetben a megyei szintű bajnokságra is ki fog terjedni? Vagy akkor első, másod, harmad osztályra, vagy mégis milyen szintig, hiszen ez óriási anyagi terheket ró a klubokra. Ezt nyilvánvalóan az első osztályú csapatokon kívül, az első osztályú egyesületeken kívül senki más nem fogja tudni kifizetni, de természetesen is egy zsíros megrendelés lehet különböző Fidesz közeli biztonsági cégeknek. Látom, hogy államtitkár úr kitartóan csóválja a fejét, hát azért, amikor itt a biztonsági cégekről, meg őrzővédő vállalkozásokról beszélünk, hát azért pontosan az ön főnökének is vannak ám ilyen cégei, vagy voltak ilyen cégei, Pintér úrnak, ugye jó tudjuk, különböző szekuritikban volt különböző típusú részesedése, névleg ő ezekből kiszállt, de hát nagyon valószínű, hogy esetleg azért valami köze még csak lehet ezeket a cégekhez, természetesen az ilyen és ehhez hasonló cégek jól járnak, csak hát önöknek kínos arról beszélni, hogy egyébként önök is a milliárdosok kormányát jelentik, nem csak az MSZP-SZDSZ, hanem egyébként önökre is jellemző ez, hiszen azért Pintér Sándor hát éppen nem a szegény emberek közé tartozik, de mondhatnánk más kormánytagokat is. Tehát eddig a biztonsági felelős személye, jó lenne ezt kicsit körülírni, vagy legalábbis valóban csak a legszükségesebb esetekben kötelezővé tenni. Szurkolói kártya. Hát most mondok önnek egy meglepő dolgot, államtitkár úr. Személy szerint én folyamodtam szurkolói kártyáért. Hozzáteszem, hogy legjobb akaratom és legjobb szándékom ellenére tettem mindezt, hiszen egész egyszerűen rákényszerültem, ugyanis onnantól kezdve hagytam ki néhány Fradi meccset, mikortól kezdve a Ferencváros kötelezővé tette a szurkolói kártya igénylését. Kénytelen voltam ugyanakkor ezt az igényemet benyújtani, hiszen az április 1-i Fradi Újpestre csak így tudtam kilátogatni. És március végén fényképpel, személyes adatok felvételével megtörtént a kérelem benyújtása, eltelt lassan 3 hónap, és még mindig nincs kész a szurkolói kártya. Egy olyan igazolást kaptam,
amelyet bárki bármikor nyugodtan hamisíthat. Mondhatom, hogy olyan pici kis bilét egyébként itt van most a táskámban, nagyon szívesen majd esetleg a vita végén megmutatom államtitkár úrnak, amelyet egyébként teljesen egyszerűen, primitíven egyszerűen lehet hamisítani, és bárki bármikor szabadon elkészítheti, tulajdonképpen csak egy zöldszínű bélyegzővel, és sorszámmal is egy névvel van ellátva. Innentől kezdve tehát igazán kétséges, hogyha 3 hónap nem volt elég ennek a kártyának az elkészítéséhez, akkor olyan, és ráadásul a Ferencvárosról beszélünk, akkor ráadásul kisebb vidéki egyesületekben, hogy tudnak megbirkózni ezekkel a feladatokkal, meggyőződésem szerint sehogy, vagy lehet, hogy a szeptembert vagy augusztustól induló bajnokságra a szurkolói kártyák majd csak valamikor 2-3 év múlva készülnek el. Tehát egész egyszerűen betarthatatlan, mint az utaztatás szervezése is, aki nem csak tévéből néz meccseket, hanem haza, illetőleg idegenbeli meccsekre is kilátogat, az jó tudja, hogy ez egy megoldhatatlan, betarthatatlan, életszerűtlen jogszabályi rendelkezés. Szóval a világon soha sehol nem tudják betartani, Magyarországon sem fog sikerülni, bárhogy szeretnék önök egyfajta ilyen akuába kényszeríteni a szurkolókat, nem csak még a stadionokban, hanem az utaztatás során. És hát államtitkár úr, mondom, hogy nagyon csóban jön a fej, de akkor várnám a reakciókat, tehát a vita elvileg erről szólna, bár ön úgy láttam, hogy a korábbi felszólásában a részletes vita intézményét is megkérdőjelezte, hiszen az általános vita olyan kimérítő és alapos volt, hogy szerint esetleg erre már lehet, hogy nem is lenne szükség. Hát minden esetre, hogyha nem is tudjuk önöket meggyőzni, mert az az érzésünk egyébként, hogy akár a sport huliganizmussal szembeni fellépés érdekében szükséges törvények vitája kapcsán, akár egyébként, amikor bármiről megpróbáljuk önöket meggyőzni, az az érzésünk, mintha lóval imádkoznánk. A világon semmi eredményt nem érünk el. Önök is jól tudják, hogy sokszor nekünk van igazunk, de hát egész egyszerűen más a központi utasítás, más az irányvonal, és nem hajlandók ebben a vitában sem részt venni. És hogy még egy érdekességet kiemeljük itt a 15-ös ajánlási pont környékén, hát ez egy gyöngyszem. Hát ezután is gratulálok az előterjesztőnek, vagy javaslattevőnek, mely szerint ugye normális fokozott biztonsági kockázatú események a sportrendezvények esetében jogosult, kiemelt kockázatú meccsek esetében pedig kötelező, hogy a szervező képviselője, idézem szó szerint, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. Tehát megint nem arról van szó, hogy azokat rögzítik, akik már erre korábban okot adtak, mert jogellenes cselekményeket valósítottak meg, hanem a fürdővízzel együtt kijöntik a gyereket is, mindenkit egy kalap alá vesznek, mindenkit nyilván tartanak, most már nem csak szurkolói kártya alapján, személyes adatok alapján és fényképek alapján, hanem ráadásul most már egy helyre terelik őket, mint a birkákat, és kamerával megfigyelik, a felvételt rögzítik. De ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, és az egyébként, hogy egy másik ajánlási pont kapcsán, hogy még itt most van a parkoló, meg a külterületek őrzését is bizonyos meccsek esetén rá kell bízni biztonsági szolgálatokra, de semmi más nem szolgál, tisztelt államtitkár úr, mint hogy X+10 rendező létszámra legyen szükség, még több rendezőre legyen szükség, még több biztonsági őrre legyen szükség, és még több kiadás jelentsen ez a kluboknak, és még nagyobb bevételt a kormány közeli őrzővédő cégek számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úrat illeti a szó 6 perces időkeretben. Folytatnám, tehát a 12-es ajánlási pontnál a szurkolói kártyáról ugye már beszéltünk, hogy a Ferencvárosnál mit okozott. Itt is engedje meg, hogy elmondjak egy történetet. Egy dinasztia, egy labdarúgó dinasztia, amely Száger Mihállyal kezdődött, Száger György volt az édesapja, és van nekik egy fiúk, akit Száger Csabának hívnak. Tudni kell, hogy Száger Mihályról a Ferencváros néplégeti bázisában még pálya is el van nevezve, egy nagyon nagy hírű utánpótlás edző volt. Száger Csaba egyébként vasas szurkoló úgy gondolta, hogy az utolsó Ferencváros mérkőzésre kisétál a fiával, és bemegy, megnézi, hogy vajon a Fradi megnyeri a bronzérmet. Oda ment a pénztárhoz, jegyet szeretett volna venni, mondták neki, hogy azt nem lehet, csak szurkolói kártyával lehet jegyet venni. Majd amikor ő elmondta, hogy ő kicsoda, mondták, hogy akkor sem lehet jegyet venni. Éppen ezért elment onnan. A fia lehet egyébként, hogy nem vasas szurkoló lett volna, hanem Ferencváros szurkoló, megtetszett volna neki a hangulat, de ő nem léphetett be, mert nem volt szurkolói kártyája. Ezt eredményezi az, hogyha ilyen dolgokat teszünk kötelezővé. Nem kötelezővé kellene, és itt volt ugye a 12-es ajánlási pontban Varga képviselő úrnak az volt a javaslata, hogy ne lehessen kötelező a szurkolói kártya, hanem kiváltható legyen, tehát
önkéntesen váltsa ki a szurkoló, adjunk neki olyan kedvezményeket, például, hogy mondjak erről is egy példát, hozzunk létre mondjuk egy családi szektort. Ebben a családi szektorban legyenek letakarítva a székek, legyen a családi szektorhoz női WC, mozgóárusok járjanak ebbe a szektorba, lehessen esetleg sört kapni, és amikor ide ebbe a szektorba csak úgy léphet be egy ember, hogyha kiváltja a szurkolói kártyát, vagy a támogatói kártyát. Ha kiváltja és azt látja egy másik szektorban ülő, hogy ebben a szektorban miért van ilyen kiszolgálás, akkor ő is azt mondja, hogy én is szeretnék ilyen kiszolgálást. És azt lehet mondani neki, hogy semmi akadálya ennek, el kell menned, kiváltasz egy szurkolói kártyát, és te is beülhetsz. És amikor már tele lesz egy ilyen családi szektor, akkor meg kell nyitni egy következő családi szektort, mert már annyian váltották ki a szurkolói kártyát, és lehet, hogy eljutunk oda, hogy egy egész stadion mondjuk szurkolói kártyával fog rendelkezni, vagy bérlettel, de önkéntesen, teljesen más ennek az aspektusa, mint amikor kötelezővé tesszük azt, hogy valakivel kötelezővé tesszük, hogy kiváltsa a szurkolói kártyát. 13-as ajánlási pont, amiben nagyon-nagyon sok minden van már eleve a törvénnyel, ugye az arról szól, hogy vajon akkor fölírhatják-e az emberek nevét, vagy kiírhatja fel, vagy kinél kell regisztrálni, vagy de megint megkérdezem, életszerűtlen, mi van akkor, hogyha valamelyik nagyobb egyesület úgy dönt, hogy például vegyük azt, hogy a Videóton most reméljük, mert jót lenne a magyar sportnak, óriási sikereket fog elérni, és bejut mondjuk ő is a BL csoportkörbe. És úgy dönt a Fehérvári Egyesület, hogy mondjuk a stadionnak ez bizonyos részét Fehérváron értékesíti, és mondjuk köt egy megállapodást a Ticket Express-szel, aki országos lefedettségű, és azt mondja, hogy mostantól kezdve áruljátok már az én belépőimet. Akkor a Ticket Express minden egyes kihelyezett irodájában adatokat fog kezelni az éppen ott ülő értékesítő. Hát ez megint életszerűtlen. Hova fogja ezeket az adatokat fölvinni? Hova fogja ezeket az adatokat továbbítani? Hogy fogja ő kezelni ezeket az adatokat? Tehát akkor elvileg bármelyik egyesület úgy gondolhatja, hogy ő ezt miért tehetné meg, hiszen az a célja, hogy minél több ember kapjon még. Aztán utána itt van ebben a pontban az, hogy a rendező a belépésnél igazoltathatja a szurkolót. Na most ezt aztán végképp nem értem, főleg öntől. Tehát az a kormány, amelyik folyamatosan azt mondta az elmúlt két hónapban, hogy a Szebb Jövőért Polgáról Egyesület, aki semmilyen törvénysértést nem követett el, ez a Szebb Jövőért Polgáról Egyesületet fel kell oszlatni, meg kell szüntetni, törvényeket kell ellene hozni, mert a rendőrség monopóliumára, erőszak monopóliumára tör, ami nem volt igaz. Ez a rendőrség most azt a monopól helyzetet, ami eddig megvolt a mérkőzéseken, nevezetesen az igazoltatás monopóliumát, önként és dalolva átadja egy rendezőnek. Egy olyan rendezőnek, aki a következő bajnokság indulásánál, mert ugye van a rendezőkről is szó, hogy majd el kell végezniük, de ugye ez egy másik felszólalásom része lesz, hogy el kell végezni követett tanfolyamokat. Ezek a jelen pillanatban a stadionokban olyan rendezők vannak olyan rendezők államtitkárok, akik büntetett előéletűek. Tehát egy büntetett előéletű ember igazoltatni fogja az egyébként soha semmilyen bűnt el nem követő magyar állampolgár, csak csupán azért, mert ez a magyar állampolgár úgy döntött, hogy ő kimegy egy labdarúgó mérkőzésre. Tehát ez véleményem szerintem. Aztán a másik, hogy életszerű-e ez a dolog, vagy nem életszerű-e. Jelen pillanatban ugye sajnos a nézőszám elég alacsony. Gondolom, még szeptemberben meg fogják tudni oldani. Mi van akkor, hogyha tényleg jó focink lesz? Mi van akkor, hogyha egy jó Ferencváros lesz, meg egy jó Fehérvár lesz, meg egy jó Debrecen lesz, és mondjuk lesz egy Fehérvár-Ferencváros rangadó, és meg akarja nézni mondjuk 12 ezer ember. Ön szerint, ha minden egyes embert leigazoltatnak a kapunál, ellenőrzik, hogy a jegyén ugyanaz a név szerepel, mint ami a személyigazolványában van, akkor mondjuk 10 ezer ember hány óra alatt fog bejutni a stadionba? Tehát ki kell menni, mondjuk reggel 10 órakor el kell kezdeni valakinek a beléptetést orbálni, ahhoz, hogy a délután 6 órakor kezdődő mérkőzésre bejusson. Hát életszerűtlen. Tehát egy életszerűtlen dolgok tömkelegével van tele, és örök nem hajlandók elismerni azt, hogy ezt kivitelezhetetlen olyan törvényt hozunk, ami már most látható, hogy nem lesz kivitelezhető, hogyha itt például tömegek mennek ki, lejárt az időm, majd nyomni fogom újra a gombot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perc, Varga László, MSZP-s képviselő úr, illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Én azt hiszem, hogy igazán nem kezdenék bele újból, hiszen eléggé jól megindokoltam szerintem első körben, hogy miért terjesztettem be ezeket a módosító indítványokat.
szám szerint ezt az öt darabot és a öt számosított ajánlási pont alatt szereplőt. Szerintem mindegyik életszerű volt. Én tudomásul veszem, hogy nem támogatták ezeket a bizottságülésen, és azt hiszem, hogy most se várhatjuk azt, hogy igazából interaktív legyen ez a vita, tehát nem igen hiszem, hogy államtitkár úr komolyan be fog ebbe a vitába szállni. Én annyit mondanék, hogy a hétfői napon szerintem egy bizottsági ülés keretében vagy ezeket tartalmilag bizottsági módosítókká részint alakítani, vagy átfogalmazni, végig gondolni, még van időnk. Tehát abban kérném a belátásokat. Én elhiszem, hogy egy ellenzéki képviselő módosítóit nagyon nehéz befogadni kormány oldalról, ha így működik a rendszerük, azonban gondolják végig a vitában elhangzottakat, és próbáljunk közösen valami olyan megoldást találni, amit akár bizottsági módosító keretében hétfőn össze tudunk rakni, és életszerűbbé teszi ezt a javaslatot. Az alapirányokon látom, hogy nem lehet változtatni. Ezekben is voltak vitatott pontok, de legalább amennyire lehet ebben a tekintetben életszerűek legyünk. Mire gondolok, ne három helyen kelljen valakinek magát igazolni, hogyha ki akar menni egy meccsre, hanem legyen elég, akkor legalább egyetlen egy helyen. Minél kevesebb ideig kezeljük ezeket az adatokat, minél kevesebb adminisztrációval járjon ez a dolog, és egyáltalán olyan környezetet teremtsünk, hogy minél több ember menjen ki a labdarúgó mérkőzésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Apáti István, jobbikos képviselő úrnak. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, én a 13. ponthoz mondanék ismételtem egy életszerű példát. Ez a legnagyobb hazai derbi, ez a Fradi Újpest derbihez kapcsolódik. Egy jelen pillanatban egy Ferencváros-Újpest mérkőzés egy Újpest. Egy Újpest-Fradi, pedig egy Fradi szurkolónak gyakorlatilag annyi idejét emészti föl, hogy szerint számításaim szerint ennyi idő alatt egy afrikai, egy észak-afrikai országot oda-vissza 2 repülővel meg lehetne tenni. Ugyanis olyan rugalmatlan a rendszer, és annyira nehezen követhető, és annyira időrabló, hogy ez gyakorlatilag már fokozni nem lehet. Ha Újpestre megyünk ki, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész napunkat rá kell szállni, de most nem is az utazás körülményén és viszontagságaira szeretnék kitérni, hanem a beléptetési rendszerre. Újpest rendszerint legalább 3, de időnként 4000 fradi szurkoló látogat el, színültig megtöltjük a vendégszektort, egy gombostűt lejteni ott nem lehet, és ezt a 3-4000 embert egyensével engedik be az újpesti stadionba, ami életveszélyes állapotokat idéz elő. Nem egyszer volt már olyan, hogy 10 éves fiatal lányokat, vagy éppen 10 év alatt a gyerekeket majdnem összenyomott a tömeg, épp úgy kellett kimenekíteni, egymás feje fölött adták ki a szurkolók, annak érdekében, hogy ne történjen tragédia, meg ne fulladjanak, vagy egyéb súlyosabb sérüléseket ne szenvedjenek el. Egész egyszerűen azért, mert annyira szűk ketrecbe, mint kérem szépen az állatokat engedik be a szurkolókat, hogy ott, ha akarnánk, se tudnánk ennél többen elférni. És hogyha még ezt megfelelik azzal, hogy egyszer még igazolni is kell magukat a szurkolóknak, akkor egyrészt ez emberéletekbe kerülhet, vagy nem tudom, hogy akkor is államtitkár ilyen határozottsággal és kitartással fogja csóválni a fejét, vagy akkor adott esetben éreznek majd bármilyen felelősséget, hogyha akármilyen tragédia megtörténik. Senki a meccsre be nem fog jutni, és azok, akik esetleg egy ilyen rangos derbi kapcsán szeretnének kedvet kapni ahhoz, hogy hazai meccsekre látogassanak ki, egy életre el fogják veszíteni a kedvüket és a lelkesedésüket, hogyha egyrészt rámegy az egész napjuk, másrészt adott esetben büntetett előletű személyek számára kell igazolniuk magukat, harmadrészt még az életüket is kockáztatni kell ahhoz, hogy egyáltalán a stadionba bejussanak. Jó lenne, hogy ezen elgondolkodnának. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Horváth András Tibor, MSZP-s képviselő úr, köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Itt a 13-as ajánlási ponthoz egyetlen egy javaslatot még hadd tegyek, hiszen még bizottsági módosító indítvánnyal akár meg is lehetne oldani. Több külföldi bajnokságban ez a beléptetés ez úgy működik, hogy a jegyet azonosítják. Tehát azt mondják, hogy az 5. sor 6. széknek ez a vonalkódja. Amikor bemegy a stadion beléptető rendszerén a szurkoló, leolvassák a vonalkódot, és hogyha közben a kamera rögzítette, és zsivány kimenetről is, kilépéskor a stadionból is ugyanúgy le kell olvastatni a jegyet, mert a forgókapu akkor nyílik meg. És ezeknél a fordókapuknál természetesen ott állnak a rendezők, és ha mérkőzés lebonyolítása közben rendbontás volt, akkor ezeket a rendbontókat kilépéskor ki lehet emelni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan megoldás lenne, ami egy csomó olyan vitatott kérdést, amit a 13-as ajánlási pontban és több ajánlási pontban is ma már itt a képviselőtársaim is elmondtak, egy csomó ilyet meg lehetne ezzel oldani, hogy nem a szemét, hanem a székét,
vagy az ülőhelyét azonosítja, és ezzel a módszerrel, amikor kimegy a stadionból, kiemelhető lenne a rendbontó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úrnak adom meg a szót, Jobbik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Horváth képviselő úr javaslata nagyon jónak tűnik, csak egy probléma van ebben a javaslattal. Az a probléma, hogy ha ezt a javaslatot fogadnánk el, akkor az egész törvénynek kivennénk az egyik lényeges célját és lényeges pontját, mert eljutottunk most a lényeges pontokhoz. Tehát mi is a törvénynek a célja, hiszen nem az, mint említettem már, hogy a rendbontókat kiszűrjük. A törvénynek a célja az, és itt erős párhuzam van a gárda elleni törvénnyel. A gárda elleni törvényt azért hozták, hogy a hazájukért tenni akaró, erősen jobboldali beállítottságú, nem megkunyászkodó összefogásra képes, és ezzel az összefogással komoly erőt képviselőcsoportokat legyen úgy kedves. Elnök, a 15-ös ajánlási ponthoz igen. Szólok hozzá, a kép rögzítéshez, hiszen ez, és lehet, hogy önöknek ez kellemetlen, lehet, hogy önnek ez kellemetlen, államtitkár úr, de ugyanerről szól ez a törvény, a 15-ös ajánlási ponthoz, a kép rögzítéshez szeretnék hozzászólni, és ahhoz szólok hozzá, és ez hozzá tartozik pontosan a gárda elleni törvény, amit önök hoztak, azért, hogy el lehetetlenítsék ezeket az embereket, hiszen veszélyt jelentenek az önök számára, a mindenkori hatalom számára, mert nagy létszámban is kellő elszántsággal képesek kinyilvánítani a véleményüket, az alapját képezhetik egy erős nemzeti ellenállásnak, és ez önöknek nem megfelelő. A szurkolókra ugyanez igaz, hiszen a mérkőzésekre járók 80%-a jobboldali, radikális beállítottságú, erős lokálpatriotizmussal és összetartozás tudattal rendelkező zömét fiatalember, akik ráadásul hétről hétre találkoznak, összetartó erős közösségeket alkotnak, és ezáltal sokkal nehezebb a médián keresztül befolyásolni őket. Ők a következő célpont, akiket elsősorban politikai okokból meg kell regulázni. A törvénytervezet alapján hivatalosan listákat lehet róluk készíteni, és képekkel, személyes adatokkal rendelkező adatbázis lehet összeállítani azokról is, akik soha semmilyen rendbontást nem követtek el a mérkőzéseken. Pontosan erről szól a 15-ös pont, hiszen mi történik? Az történik, hogy ők névre szólóan, és megint nem a szurkolótáborokról beszélünk, mert az előbb elmondtam, és ugye ezt gondolom akkor megértette, hogy nem ülnek. Tehát az oldal lelátón ülő emberek névre szólóan, úgy, hogy megvannak az adataik, azt mondják, hogy az 5-ös szektor 8-as sor 2-es széken ül, és önök erről az emberről fényképet készítenek. Pontosan tudni fogják a nevét, a fényképét és minden egyebet úgy, hogy nem követett el rendbontást. Ezeket az adatokat kezelik. Ha önök ezt húzamosabb ideig csinálják, fél éven keresztül azt is meg fogják tudni állapítani, hogy mondjuk Varga képviselő úr kivel szokott kijárni mérkőzésre. Hiszen tudni fogják, hogy a melletti ülő 2-3 ember folyamatosan ott van mellette, tehát ez egy baráti társaság. Akkor ezeket az embereket már nyilván tartottuk, listáztuk, és mindent tudunk róluk, ők lehetnek a nemzeti ellenállás, és ők lehetnek azok az emberek, akiket bármikor el tudunk intézni. Ez az egyik fő célja ennek a törvénynek. A másik fő célja, és itt ugye rátérhetünk az 5-ös és 6-os ajánlási pontra, hogy ez szerint menjünk végig. A másik fő célja pedig az, amit szintén javasolt Schiffer képviselőről, hogy vegyünk ki a törvényből, az pedig a nagyon régóta állított dolog, ami miatt az elmúlt 15 évben nagyon sok minden történt a stadionokban, hiszen én kimerem jelenteni, nyugodtan elmondhatom, hogy a fő cél a rendőrségi bevételek növelése, a sportrendezvények biztosítása révén. Évek óta ez a cél. Nyugodtan kijelenthetjük, ezt is kijelenthetjük államtitkár úr, hogy a sporteseményekhez köthető botrányok nagy részét az elmúlt 10-15 évben a rendőrség generálta. Pont azért, hogy bizonyítsa, mekkora szükség van a jelenlétükre. Ugyanúgy, mint egyes tüntetéseknél, mondva csirált ürügyekkel kiprovokálják a botrányt, amit utána a média természetesen elferdítve úgy tálal a társadalom felé, hogy na, ismételten a futballszurkolók kőzöngtek és lázadoztak. Jó pár ilyen esetnek tanúja voltam, jó pár ilyen dolgot tudok. Az ominózus lovasrendőr roham, amit a mai napig mutogatnak a Ferencváros üléti stadionja előtt egy Újpest mérkőzésen. Ott voltam csütörtökön az egyeztetésen a mérkőzés előtt, amikor azt mondta a biztosítás parancsnok, hogy igen, hibát követtünk el avval, hogy lezártuk az egész üllői utat, és nem engedtük be azokat a nézőket,
mert nem engedték be őket, akik be akartak menni a stadionba, hanem feldúzasztották a tömeget. Amikor feldúzasztanak 2-3 ezer embert, utána elég volt kivezényelni egyetlei rendőrcsapatot, és onnantól kezdve már állt a balhé. Tehát a fő cél az, hogy a rendőrség minél nagyobb bevételeket teremtsen, ezzel a bevételekkel természetesen a sportegyesületeket terhelik meg jelen pillanatban is. Azokat a sportegyesületeket, akik így is nehéz helyzetben vannak. Szerencsére most az elfogadott, tegnap elfogadott sporttörvény kapcsán lehet, hogy könnyebb helyzetbe kerülnek, de mégis ezek az egyesületek lesznek azok, amelyiknek ennek a kárát tisztelik. És akkor itt jön az, ami ugye alátámasztja, az pedig az a két pont, amelyikben önök kimondják azt, hogy milyen biztonsági kockázatú mérkőzések lesznek. Ezek a biztonsági kockázatú mérkőzések ugye a normál, a fokozott és a kiemelt. Ebből a kiemeltet közfeladatként ellátják, a fokozottnál pedig kötelező lesz a rendőrséget alkalmazni és fizetni érte. És kihatározza meg azt, hogy egy mérkőzés milyen biztonsági kockázatú lesz. A sportrendezőjek biztonsági kockázata szerinti minősítését a sportrendezői szervezője a folytatott előzetes egyeztetés alapján az Országos Rendőrfőkapitányság, az ORFK, az általa működtetett minősítő bizottság javaslata alapján határozza meg. Tehát a rendőrség fogja meghatározni azt, hogy milyen kiemelt kockázatú egy mérkőzés, és bármibe lefogadom, hogy a mérkőzések 80%-a fokozott kockázatú lesz, hogy a rendőrség minél nagyobb bevételekre tegyen szert. Köszönöm szépen. 6 perces időkeretben Apáti István, Jobbikos képviselőjére szó. Köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Elsősorban mindig a 13. ponthoz szeretnék visszakanyarodni. Itt ismételten eszembe jutott néhány megtörtént eset. Az egyik személyesebb jellegű még 1995. szeptember 29-éhez kötődik, amikor a Ferencváros Ajax BL mérkőzése. Csak is kizárólag úgy tudtam egyet vásárolni, hogy budapesti barátaim azt megvették. Ha nekem Csengerből, hogy oda-vissza 700 km-t utazni kellett volna, akkor még személygépkocsi nem lévén, ha bizonyára a mérkőzésről lemaradtam volna, hogyha ugyanez a pöttyöngős rendszer működött volna, mint amit önök be akarnak vezetni. És megjegyzem, hogy pontosan egy olyan mérkőzésről beszélünk, ahol a Fradi pálya színültig megtelt, már 2-3 nappal előtte a nap 24 órájában kinültek, szinte sátrat vertek az emberek annak érdekében, hogy egyhez jussanak. Hát kérdezem, hogy egy ilyen érdeklődés kiváltó foci meccset hogy fognak tudni megrendezni, hogyha ezeket a szabályokat bevezetik, és esetleg komolyan számon is kérik, vagy be is akarják tartatni. Másrészt egy sokkal frissebb példa, ami 2001. június 23-ához kapcsolódik, amikor a Fradi Debrecenben bajnok lett. Egyébként akkor a Debrecen ugye ki is esett ezzel együtt az első osztályból, és a rendőrség, illetve a rendező gárda 1500 Fradi szurkolóra számított, és megkísérelték ennek a töredékét, amit itt önök leírtak, nevezetesen a jegyeket elkezdték tüzetesen ellenőrizni. Nem kértek személyigazolványokat, meg útlevelet, meg én nem tudom miket, milyen személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat. Körülbelül ez egy másfél óráig ment. Aztán tudja államtitkár úr, mi történt? Körülbelül 4-5 ezer fradista hatolt be a debreceni stadionba, oly módon, hogy a két haradóknak érvényes belépőjegye sem volt, illetve nagyon sokan voltak olyanok, akik a hazai szektorokba vettek jegyeket, csak oda nyilván a rendezők és a rendőrség nem engedték be őket. Tehát így alakult ki az a helyzet, hogy a debreceni futballklub egy óriási bevételtől elesett, körülbelül inkább 5000 szurkolóból 3500-1 forintot nem fizetett, egész egyszer úgy gondolták, hogy be akarnak menni, és ha ezt egyszer kitalálták, akkor be is mentek, még pedig azért, mert olyan gyalázatos módon két ellenőrzési ponton keresztül is ellenőrizték jegyeket, hogy a feszültség oly mértékűre duzzadt, hogy az emberek nem győzték kivárni a sorukat. Közben a rendőrség a szokásos könnygáz természetesen benyomta, nem kevés számú szurkolónak ezzel komoly sérüléseket okozva, és miután a szurkolók egy idő után megunták ezeket az állapotokat, elkezdték egymást nyomni, a rendőrök felismerték, hogy itt életveszélyes helyzet állt elő, arrébb álltak, majd ugyanezt tették a rendezők is, és így módon a szurkolók megtették azt, amit egyébként nem tettek volna meg, hogyha normálisan működött volna ez a beléptetés, ott is egyesével gondoltak ennyi embert egyébként beléptetni. Másrészt, gondolják végig ismételten az utazás-utaztatás kérdését, mert ebből semmilyen érdemi előrelépés, semmi érdemi előny nem fog egyébként származni. És azt is, hogy ezt a normál, fokozott, meg kiemelt kockázatú besorolást átalakítják, vagy módosítják, mert egyrészt nem tisztességes dolog olyan dologért fizetni a rendőrségnek,
amely egyébként alkotmányos kötelezettsége, amely törvényekben rögzített feladata. Jelzem, hogy ezért fizetjük mindannyian Magyarországon az adót, hogy többek között a rendőrség a közfeladatait ellássa, és nem tisztességes új módon növelni a rendőrség bevételét, hogy ez közben a klubokra, az amúgy is rendkívül nehéz anyagi helyzetben lévő magyar sportegyesületekre, futballklubokra irreális kiadásokat, hatalmas terheket ró. És végképp tisztességtelen KFT-k, BT-k, ZRT-k, különböző biztonsági cégek kezébe kvázi hatósági jogköröket biztosítani. Gyanús előletű személyekkel a soraikban ez nagyon sok jogot sért egyébként. Aki rendszeresen mérkőzésre, jó tudják, hogy milyen biztonsági emberek működnek, hogy néznek ki ezek az emberek, hát enyhén szólva sem bizalomgerjesztők, sőt, sok olyan személy is van, főleg a top kategóriás meccseket biztosító között, akiket bizony még a Kékfény című műsorban sem nagyon lehet látni. Tehát olyanok, akik napközben is nagyon merészkednek az utcára, kifejezetten éjszaka életmódon rendezkedtek be. Na, ha ezek a biztonságőrök fogják majd a szurkolók beléptetését intézni, akkor meg lehet majd nézni, hogy egy kisgyermek, vagy egy 2-3 gyerekes középpolgári, vagy felső osztálybéli család mikor fog másodszor ahhoz a bátorságot venni, hogy kilátogasson egy ilyen mérkőzésre. Tehát nem a rendőrség zsebét kellene tömködni, azt megteszik már a különböző sebességmérések kapcsán, úgy gondolom van épp elég extra bevételük, überelhetetlenül gusztustalan módon vadásznak a gépjárművezetőkre, és most ugyanezeket a bevételeket akarják egy kicsit más köntör.